Nem igazán változik itt semmi, sziasztok, köszöntelek benneteket. A következő napokban a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. A hajnali reggeli kötfoltok feloszlását napos idő követi, a csípős reggeleket követően pedig gyorsan emelkedik a hőmérséklet napközben. Markánsabb változás leghamarabb november elején valószínű. Nézzük meg a légköri helyzetet, előbb a műhold felvételt, amelyen látható, hogy Közép-Európában, sőt Európa nagyobb részén gyakorlatilag alig van felhő az égen. A frontok messze távol Észak-Európában vonulnak, illetve a mediterrán térségben megfigyelhető ez a légörvény, amely Olaszország déli részén, Szicíliában jelentős mennyiségű csapadékot okoz a következő napokban, akár több havi csapadékmennyiség is lehullhat lokálisan arrafelé. Hogyha megnézzük az 5500 méteres nyomási szintet, láthatjuk, hogy átmenetileg picikét leépül az a magas nyomású gerinc, amely időjárásunk alakítója, és egy teknő súrolja északról a Kárpát-medencét, de ez, mint látjuk, lényeges változást nem fog hozni, és a hét második felében ismét fölépül a gerinc térségünkben, tehát marad a nyugodt időjárás ezt követően is. Az előttünk álló éjszaka is jobbára derült lesz az ég, kevés felhő inkább csak a Nyugat-Dunántúlon lehet, elsősorban az Őrségben, a Dráva mentén, illetve az Alföldön van esélyfolt köd kialakulására is, de ezek csak inkább átmeneti jellegűek lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 6 fok között várható. Fagymentes területek elsősorban a Dunántúlon, valamint a déli tájakon valószínűek. Arrafelé a délkeleti szél időnként lengedez, a fagyzugos, szélcsendes tájakon viszont ismét lehet mínusz 4, mínusz 5 fok körüli minimum. Ezt követően azonban holnap gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Alapvetően napos időre számíthatunk a Dunától keletre, a Tiszántúlon szinte felhő is alig lesz az égen. Nyugat felől viszont az említett teknő némi felhőzetet sodor be a Dunántúl fölé, ez eleinte fátyol felhőzet lesz, majd este felé a nyugati országrészben meg is vastagszik, de számottevő csapadékra nem számíthatunk, a hőmérséklet 10 és 15 fok közé emelkedik. A folytatásban sem várható lényeges változás, mind szerdán, mind pedig csütörtökön és pénteken is marad az alapvetően napos idő a reggeli pára, illetve kötfoltok feloszlását követően. Tehát sok napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet viszont picikét emelkedik, a nappali felmelegedés mértéke pénteken már országos átlagban 15-16 fok körül alakulhat, és az éjszakai fagyok is szelidülnek, valamint egyre kevesebb helyen lehetnek jellemzőek. És hogyha megnézzük a budapesti fáklya diagramot, azt is láthatjátok, hogy egészen a hétvégéig megmarad az időjárás mostani jellege, tehát nem változik érdemben légkörünk, ellenben a jövő hét elején, illetve november első napjaiban, ekkor ugyanis nyugat-észak-nyugat felől megközelítik térségünket az időjárási frontok, jó eséllyel el is érik a Kárpát-medencét, valamilyen mértékben csökkenhet is a hőmérséklet, ez bizonytalan, az viszont egyre biztosabb, egyre valószínűbb, hogy csapadékosra fordul időjárásunk, több alkalommal is lehet majd számítani esőre, záporesőre. Ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és kövessetek bennünket az itt feltüntetett csatornáinkon. Sziasztok!